Gázuk Albi vagyok, jobb hiányom, én fogom nektek bemutatni azt, hogy mi történik itt a törökvágáson. A 7. téli majálisát tartja épp a KMDS. A hideg ellenére képzeljétek el, hogy több mint 400 résztvevő és 70 szervező van itt kint a törökvágáson, ami amúgy azért nem véletlen, mert ez kb. Egy előszobája, egyféle erőpróba a tavaszi nagy diáknapok összecsapása előtt. Hát nézzük is meg, hogy hogy érzik itt magukat a résztvevők, miért szeretnek ide kijárni. Tartsatok velünk, és lássuk, hogy mi is történik itt. Hány agyára vajnak téli majálisan? Hát hány agyára? Első alkalom! Miért hazud? Igen! Egy perc! Igen, menjünk, játszunk a játékot! Gyere már, hamar, persze! Gyere már, mert húzod időt! Miért szerettek itt lenni? Gyere már! Szóval... De nem tudom mondani! De miért szerettek itt lenni? Hogy érzed magad? Kurva jó! Igen, hogy hány agyára vagy? Talán másodjára, és arról emlékszünk, hogy a Birkával a legrégibb diákmista. Így van, mindenki szavazott a Birkára. De miért szerettek ide járni? Mi az, ami ide van? Azért, mert nagyon-nagyon jó a hangulat, jó a zene, jó a társaság, meg úgy amúgy. Este is mentek buliba? Ja, arra. Hányadik alkalommal vagy itt? Első. És miért döntöttél, hogy most kijössz a hideg ellenére? Hát igazából nagyon sok barátom volt már kint, és mindenki nagyon-nagyon szereti a hangulatot, ami itt kint van. Igazából ilyen szimbóluma a januári hónapnak, és gondoltam, hogy ha már elkezdtem diáknapozni, akkor mindenképp ki kell jönnöm. És nem tartott vissza azt, hogy jövő héten azért szesszió? Hát nekem éppenséggel nincs, mivel le van fogyasztva az évem, szóval nem volt, ami visszatartson. És mi az melyik az a dolog, amit téged itt nagyon megfogott így első alkalommal már? Igazából az sok ember is, a sok ismerős, és ez a hangulat, hogy mindenki nagyon jól érzi magát, akármiben is vesz részt, meg hogyha csak ki is jön. És ugyanazokkal az emberekkel, vagy együtt, akikkel a diáknapokon is voltál? Igen, a csapat az ugyanaz. Jöttem, igen. Hányadik alkalommal vagy itt a diáknapokon? Első. És miért jöttél el? Mert itt vannak a barátaim, és nagyon jó hangulat, és nagyon sok jó dolgot hallottam a téli majálisról. És mi az, ami nagyon tetszik ebben? A hangulat az szerinted így milyen? A zene, a hangulat, milyen a hangulat? Hát hallgass meg, milyen a hangulat. Nagyon jól érzi magát mindenki, úgy látom, és szeretem, hogy vannak ilyen alkalmak, amikor össze tudunk gyűlni az egészen, és együtt tudunk szorakozni. A diáktapokra ugyanazzal a csapattal vagy? Igen, a magyar szisztemmel. És melyik volt az a kihívás, amin így voltatok, vagy ilyen feladat, és így szerinted nagyon jó volt? Az igazság az, hogy nekem karkötöm sincs, szóval nem veszek részt a próbákon, de azért kijöttem és támogatom a csapatom. És nem tartod vissza, hogy jövő héten már kezdődik a szesszió? Dehogy nem. Ezért jöttem, hogy még tudjak egy utolsó bulizni szesszió előtt. Hány gyára vagy itt a diáknapokon? Első alkalommal vagyok itt. És miért jöttél el? Hát barátok, csapat miatt, hangulat miatt nagyon jó, nagyon szeretem. Melyik volt az a kihívás, ami legjobban tetszett? Eddig a legjobb kihívás, ami tetszett, az a hóbanugrás. Meg most, ami történt, mikor fel kellett öltözni egy bábútának, sajnál nem tudom a nevét, de nagyon. Na az előbb itt átöltöztél komplett, hát nem anyaszült messze erről, de azért hiányos öltözetben. Ez elég merész vagy. Miért gondolod azt, hogy ez az unikornis jelmez, ez így ide talál? Nem túlságosan vékony? Nos, kellett egy szimbolikus lényt választani. Nos, unikornisnak megvan minden a szarva, füle, farka, mindene. Szerencsére annyit mozgunk minden, hogy ez a vastagság tökéletes, nem fázok. Az alkohol fűt, nagyon jó. És nem tartott vissza, hogy kigyere azt, hogy jövő héten szesszió van?
Nos, jövő héten szesszió van, viszont mivel jöttek csajok, barátok, mindenki. Akkor. Akkor. Így, könnyű volt. A vesztek részt a téli vajálison. Ez az első év. És hogy érzitek magatokat? Milyen az első benyomás? Nekem nagyon tetszik eddig, főleg az, hogy nagyon-nagyon sok az ember, aki kijött. Vagány, tényleg nagyon vagány. Ugyan ezt elmondhatom én is, nagyon hangulat. Mi szerettek itt a legjobban? Miért éri meg itt lenni? Rengeteg az ilyen játék, különböző játék, és rengeteg ismerősre találkoztunk. Összefutottam olyanokkal, akikkel már 3 éve nem találkoztam. És ami még vagány, hogy nekünk nagyon tetszik a csapat. Eddig nagyon élveztük, úgyhogy reméljük tovább is jó lesz. Akkor szesszióban vizsgák mellett is megéri itt lenni a csapat miatt, a hangulat miatt? Egy-ennyit megéri bevállalni szerintünk. Hogy érzed magad? Mióta vagy itt a téli majálison? 10 órára érkeztünk, akkor kellett megcsinálni a check-int, azóta itt vagyunk, főzzük a forralt bort. 11-től kezdődtek a játékok, illetve 11 óra 10 perckor volt, és azóta folyik. 15 játék van, már 3-mal részt vettem, most van a csapatom. Melyik a kedvenc játékod itt a téli majálison? Nehéz kérdés. Hát szerintem ez a vetkőzős, de azért, mert nem veszek részt benne. Nyilván. Érdekesebb nézni. Nem tudom. Az akadálypálya is nagyon vagány volt. Kellett egy szánkót építeni, amiben az volt a nehézség, hogy fel kellett tolni a hegyen, nem lefele, mert ugye lefele egyszerűbb lett volna, ráülünk egy zsákra és megvan a szánkó. Na, ezt elég jól megoldottuk. A versenyszámok mellett miért jó még itt lenni? Miért éri meg? Ebben hát, a hidegben is itt. Maga a hangulat, meg az, hogy pörgés van, meg nagyon jó a csapat, meg jó a csapat szellem, leginkább ezért. És ugye szesszió van, és a vizsgák mellett megéri mégis itt kint lenni, és... Igen, nagyon megéri. Szerintem kikapcsolódás, meg erőt ad a vizsgákhoz. Most szombaton nem ülnék otthon olvasgatni, vagy egyéb dolgot csinálni. És hogyha okosak vagyunk, akkor be tudjuk iktatni az időbe. Ez volt a KMDS 7. téli majálisa, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel YouTube-on, és hogyha további tartalmak érdekelnek, akkor kövessetek minket Instagramon is. Sziasztok!